Sziasztok! A The Messenger egy a klasszikus kérdés Ninja Gaidennek nyomdokain haladó, azokat számos ponton megidéző platformer akciójáték, amit kicsit félve kezdtem el, nem voltam benne biztos, hogy kell-e ez nekem, tekintve, hogy egyetlen találkozásom a Ninja Gaidennel a PS3-as Ninja Gaiden Sigma volt, ami azért rendesen kicsinálta az idegrendszeremet annó, és a Nintendo-s részekről is hallottam hasonló horror sztorikat, de aztán néhány óra után rá kellett jönnöm, hogy nagyon is jóban vagyok én ezzel a játékkal. A The Messenger főszereplője egy ninja harcos, akinek el kell vinnie egy mágikus tekercset az időtornyába. Mert ezzel visszaszoríthatja a világot fenyegető démoni erőt, vagy valami ilyesmit. Nem tudom, én elég hamar elvesztettem a fonalat, de nem azért, mert olyan bonyolult a történet, hanem mert elvesztem a rengeteg utalás, kiszólás, negyedik falat döntögető poén és ironikus párbeszéd között. Utunk során találkozunk egy őrzővel, aki halálunk esetén újraéleszt, persze nem ingyen, a gyűjthető kis rubinok egy részét a következő életünk elején lenyúlja előlünk, és emellett minden alkalommal igyekszik éreztetni velünk, milyen szánalmasak vagyunk, amiért nem tudunk átjutni az akadályokon. Emellett ott van a rejtélyes boltos, akinél az összegyűjtött zsetont válthatjuk be fejlesztésekre, illetve tőle tudhatjuk meg az infókat az aktuális pályáról, fő ellenférről, új eszközökről, stb. De ha jó kedve van, akkor arra is megkérhetjük, hogy meséljen el egy jó sztorit, és ezek tényleg nagyon jó sztorik. A játék vége felé megismerkedünk a boltos tesóival, akik mind imádnivaló idióták, de a bosszok is mindig tartogatnak valami poént a tarsolyukban. Az egész játék úszik a jól megírt frappáns párbeszédekben és karakterekben, egyáltalán nem veszi komolyan magát, és ez nagyon jól áll neki. A The Messenger egy jó pofa, kellemes poénkavalkád, ami alatt megbújik... Szóval igen, a játék eléggé... A Messenger csak addig nem veszi komolyan magát, amíg a feliratokat dobálja a képernyőre, amikor akcióról van szó, akkor arcodra fagyasztja a mosolyt. Betonkemény a kihívás a játékban, aljas halálcsapdák, szemét ellenfelek, lehetetlennek tűnő ugrások, össze-vissza mozgó platformok, a brutalitás teljes skáláját lefedő bossharcok, minden itt van, amitől egy gamer ideg összeroppanást kaphat. Én kb. 650-szer haltam meg, mire végigvittem, a kis kollega nem volt rest folyamatosan tájékoztatni a számokról. Amit még kimondani is durva, maguk a pályák se egyszerűek, de a bosszok, azok kegyetlenek. Ennél a nagy izénél szerintem többször haraptam fülbe, mint a Ninja Gaiden Sigma komplet végigjátszása alatt. Meg volt egy-két ugrálós rész is, amiknél nem egyszer éreztem, hogy... hát én ezt nem. A játék folyamatosan mindent megtett, hogy az idegeimre menjen, és mégis... egy percig sem voltam ideges. Annyira jól megtalálja az egyensúlyt a megfelelő kihívás és a játékos idegrendszerét gitárhúrként használó metálszopatás között, hogy fel sem merült bennem a félbehagyása. Minden elsőre szadista elmebajnak tűnő pálya kiismerhető, betanulható, és nagyon sokszor miután rájöttél a trükkre, már röhögve szaladsz végig rajta. Csak persze nem mindig olyan egyszerű rájönni a trükkre. Ezen kívül folyamatosan kapod a haladás megkönnyítő eszközöket és technikákat, és a fejlődési rendszer is jó. Nem mondom, hogy nem tudtam volna elképzelni több opciót, de ami van, annak tényleg van hatása is. Nem fogod azt érezni, hogy fölöslegesen gyűjtögeted a rubinokat. A checkpoint rendszer is csak ritkán szemétkedik, általában korrekt távolságra vannak egymástól a mentési pontok, és ez nem csak azért jó, mert nem kell mindig minden halál után a fél helyszínt újra játszanod, hanem mert folyamatosan benned van, hogy na még a következő checkpointig elmegyek, na még egyet, és ez nagyon pörgeti a játékot. Az irányítás is jó, az egyetlen, amivel gondom volt, az az ütés utáni ugrás. Ez úgy néz ki, hogy ha ugrás közben megütsz valamit, bármit, akkor utána ugorhatsz még egyet. Ezt ki is kell használni a játék során sokszor, viszont később megkapod azt a képességet, hogy az ugrás után a gombot nyomva tartva siklani tudsz a levegőben, és siklás közben nem ugyanúgy ütsz, mint alapból, ami könnyen szakadékba zuhanáshoz vezethet. Az egy jó taktika, ha felméred a terepet és megpróbálsz higgadtan, nyugodtan haladni, csak ez nem olyan egyszerű, amikor a szélrózsa minden irányából röpül feléd valami gyilkos szar. Én sokkal jobban élveztem agyatlanul rohanni előre és reflexből ugrálni át az akadályokat, főleg a vége felé, amikor már fel voltam tápolva, így nehezebben haltam meg a sima tüskéktől meg ellenségektől. Így mutatja meg szerintem igazán a The Messenger, hogy mennyire egy ütős adrenalinbomba, plusz a zene is erősen rá segít a tempózásra. Bármennyire is elsőrangú munkát végeztek a játék készítői, azért sikerült egy kicsit elcseszni. Nem vészesen, még így is bőven megéri kipróbálni, de sajnos az első 5-6 óra nyílegyenes platformerkedése után a játék átmegy Metroidvaniába, és hát ezt azért ennél lehet jobban is csinálni.
Az egy dolog, hogy az Ori 2 után bármelyik Metroidvania-nak fel van adva a lecke, de a Messenger még enélkül is problémás. Nagyon messze vannak egymástól a fast travel pontok, tehát rengeteget kell gyalogosan közlekedni közöttük a már ismert pályákon, viszont ez ebben a játékban közel sem olyan egyszerű, mint mondjuk egy Ori-ban. Még feltápolva sem leszel annyira OP, hogy simán végigdaráld magad a helyszíneken, vagyis újra és újra át kell verekedned magad ugyanazokon az akadályokon, ami egy idő után nagyon fárasztó. És ez még mindig a jobbik eset. A rosszabb az, amikor még az se tiszta, hogy merre kell menni, vagy mit kell csinálni. Nem sok ilyen van, de például azt, hogy hol van a lámpa, ami a tök-sötét barlanghoz kell, csak végigjátszásból tudtam meg, mert a játék nem utalt rá, hogy hol a fenében kéne keresni. És bekavar még az időugrálós rendszer is, amikor portálokon keresztül futva váltogathatunk múlt és jelen között. Nekem sokszor nem volt egyértelmű, hogy melyik idősíkon kéne az adott helyre eljutni, főleg eleinte. Viszont azt meg kell hagyni, az, hogy a múltat a 8 bites, a jövőt pedig a 16 bites grafikával prezentálják, piszkosul látványos. Szerencsére egy idő után mérséklődik ez az össze-vissza rohangálás, de így is erősen szenvedtem a játék közepén. Sokkal jobban értékeltem volna, ha ez az egész backtracking opcionális lett volna az összegyűjthető medálokért, nem pedig kötelező időhúzás. Mindennel együtt 18 órát raktam bele, mire végigvittem, aminek a harmada minimum ezzel a Metroidvania-zással ment el, persze bele kell kalkulálni a 650 halált is nyilván, szóval mindenki matekolhat nyugodtan, de szerintem a 10-12 órás hossz is elég masszív lett volna. Ennek ellenére kurva jó játék a The Messenger. Sármos, jó humorú, adrenalindus platformer, sok kihívással, kiváló boss harcokkal, abszolút kellemes gyöngyszem, a műfaj kedvelőinek kötelező. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!